Mindenképp szerintem egy nagy kő leesik az ember szívére, hogyha ezt nem kell titokban tartania. Nem ért semmilyen hátrányos megkülönböztetés, és nem érzem azóta sem. A Háttértársaság nevű civil szervezet kisfilmjében szereplő Gergő és Ors is szerencsések. Mindketten egy nemzetközi cégnél dolgoznak, ahol nem tabu az, hogy ők melegek, de sokan vannak, akiknek nagyon nehéz megfelelő munkát találniuk. Itt a magyarországi környezetben úgy éreztem, hogy az egy rizikófaktor lenne, és hátrányt jelentene, hogyha én tudatosan előbújnék. Utána úgy kerestem állást, hogy oké, ez van, és olyan munkahelyet szeretnék, ahol a HR-es mellén fog állni, és nem fog falazni valakinek, akinek ez így nem tetszik. Sokakat ér hátrányos megkülönböztetés a munkahelyén. Magyarországon minden negyedik meleg munkavállaló átélt ilyet az Európai Unió alapjogi ügynökségének 2 éve készített felmérése szerint. Akár már a kiválasztás során is, tehát olyan történetekről is hallottunk, ahol mondjuk transznemű embereket a állásinterjún kinevettek, hogy szó se lett róla, hogy ő idejöjjön, vagy mondjuk meghallotta a kapucsengőn keresztül, hogy na, ez biztos amikor állásinterjúra jött. Tehát sajnos nagyon sokfélék a tapasztalatok. Pedig a Závec felmérése szerint a megkérdezettek 2/3 úgy gondolja, senkit nem érhet hátrány a munkahelyén, amiatt, mert meleg. Az 1/5 viszont nem ért egyet ezzel. A nők jóval elfogadóbbak, mint a férfiak. 10 nőből 8 szerint nem érhet hátrány senkit a nemi identitása miatt. Azok, akiknek van homoszexuális ismerősük, még inkább a megkülönböztetés ellen vannak. Mindössze 10%-uk nyilatkozta azt, nem ért egyet azzal, hogy ne különböztessék meg a melegeket a munkahelyen. A diszkrimináció pedig sok pénzébe kerülhet az országnak. A magyar GDP, a magyar gazdaság jelenleg nagyjából akár 100 milliárdos nagyságrendet is veszíthet azért, mert diszkrimináció van jelen az LMBTQ emberekkel szemben. Erre jutott az Open for Business nevű nemzetközi szervezet kutatása. A munkavállalók ugyanis nyugati országokba mennek, ahol úgy érzik, elfogadóbbak velük. Másrészt az előítéletek miatt nemzetközi befektetőket is könnyen veszíthet az ország.